egy kedves követőm átküldött egy videót, hogy nézzem meg, muszlim szempontból mennyire hiteles. Ez arról szól, hogy a zsidók közé megérkezett a messiás, és az zsidók egy csoportja ezt elhiszi, követi, és ennek hangot is ad. A messiás neve ismert Januka Rav Shlomo. Nos, bemutatom hogy mely uh, videóról van szó erről. Hát ti is nézzétek figyelmesen, itt van az úriember, akit körbevesznek a hívők, csodálattal tekintenek rá, és követik. áhítat a szemekben, elérzékenyülés, stb. Vissza a valóságba. Ugye a mi könyveink szerint pontosan ismert a név, aki az utolsó óra jeleként eljön, úgy hívják, hogy Jézus. Igen, a muszlimok Jézus eljövetelében hisznek nem egy csoporthoz, nem zsidókhoz, nem tájföldiekhez, nem germánokhoz, nem ekvádoriakhoz, hanem az emberiséghez. Az eljövetel jele nem szükséges, hogy TV, rádió, online médiák, közösségi felületek legyenek, mert mint ahogy annak idején a dinoszauruszok közébe becsapódott a az aszteroida, az is hiába lett volna, hogy bármiféle online média, azt mindenki tudta akkor és abban a pillanatban, hogy az egy aszteroida és nagy kárt okoz. Amennyiben eljön a messiás, azt mindenki fogja tudni, mindenféle média nélkül. Na most vegyük szét a dolgot. Az biztos, hogy ebben politikai érdek van, Izrael állam létét mondjuk a zsidó 90%-a elfogadja, de 10%-a nem. A vallás a zsidók egy része. Ott is van, aki elfogadja, és van, aki nem. És azt állítja, hogy nagy hiba volt megalapítani Izraelt, mert Izrael csak akkor jött létre, ha már a messiás eljött. Most el kell játszani egy messiási dolgot, hogy eljött, és akkor az a 10% is elismerje Izraelt. Ez csak egy feltételezés. Érzelmekre is szükség van a politikába, tehát érzelmeket felkorbácsoló dolog, mert ki tudja még, ezek az érzelmek mire lesznek jók. És ami az eljövetellel kapcsolatos, még egy nagyon fontos dolog. Nézzétek csak meg, hogy melyik média felületen jelent meg ez a hír, ez a videó. A déli Islamon. Na most egyik szélsőség korbácsolja a másik szélsőséget. Hogyha már számomra hiteltelenek a zsidó médiák, akkor még hiteltelenebbek, most hazabeszélek, a muszlim médiák. Melyik az a muszlim, akinek mal hinni lehet? egyik sem. Tehát amikor két teljesen bizonytalan média, egyrészt tartalom, másrészt csatorna találkozik, akkor én ezt hogy hitelesítsem? Nem. Bizonyosak leszünk a messiás az utolsó óra eljövetelében, mindenféle előhírnök, nélkül. Ez الله اتيالته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته